mindent szeretnék megtenni rövid és hosszú távon is igazából azért, hogy ne kelljen innen elmennem. Gyerekkoromban is már egy rendkívül szociálisan szenzitív és érzékeny kisgyerek voltam, és nyilván, hogy felnőttem, úgy kialakult azért egy nagyobb tisztánlátás, rálátás és egy nagyobb tudáscsomag, ami alapján már lehetett eszközökhöz nyúlni, hogy hasznos legyek a társadalomba. És kiálljak azok a dolgok mellett, amikben hiszek. Aminek a gyújtópontja az a gondolat volt, vagy az a probléma, hogy a barátaim, a családom, a mindenki külföldön képzeli el a jövőjét, és igazából úgy érzem, hogy nincsen más választásom, hogyha nem akarok külföldre költözni, hanem itt szeretnék maradni. Magyarországon az emberek 60%-a olyan körülmények közt él, ahol az alapszükségletek sincsenek megadva. Ideális ország, nyilván itt lehetne mondani, hogy megfelelő oktatás, egészségügy és stb., de úgy gondolom, hogy addig, ameddig a magyar társadalomnak a séma gondolkodásából fakadóan ott van a létsz, ahol jelenleg. Addig hiába lenne kormányváltás, hiába lenne rendszerváltás, 30 éven belül ugyanazt teremtenénk meg magunknak, hiszen ugyanott marad az elvárásunk a politikusok felé. Úgyhogy én vallom azt, hogy az emberekkel kell foglalkozni, nem pedig feltétlenül a kormánnyal, és együtt változni, és egy közösséget létrehozni. Úgyhogy mindenféleképpen szeretnék az emberekkel foglalkozni.